Nali, srácok! Csá! Meginvitálnálak benneteket egy kis felni matrica ragaszgatásra, meg közben beszélnék egy-két dologról. Gyors kitörnöm a helyét. Most lett nem mosva az autó, úgyhogy tisztának tiszta. Csak azért legyen szép. Nem maradjon semmi alatta, ugye a matricának. Egyébként a matrica nem biztos, hogy sokáig fennmarad, lehet, hogy csak egy találkozó erejéig. Hoztam a matricát, hoztam az ollót, egy jó kényelmetlen helyzetben vagyunk. Elvileg majdnem körbeér a matrica. Pont kérdezte Szabi, te ez nem gáz, hogy ez majdnem körbeér? Hát mondom, nem. Szerintem jó így. Na, akkor kezdjük mondjuk a leghosszabb szóval, a manival. Ugye az a gond, hogy lehet, hogy ez nem is lesz jó, lehet, hogy betűnként kell ragasztanom. Most nézem. Mert ugye most én kirvágok egy szót, mondjuk egy hosszabb szót. Mondjuk a manit. Keverjük össze a szókat, mi? Az vicces lesz. Egyébként holnap találkozó lesz a Zalaegerszegen. Kirakom a linket leírásba, aki akar velem találkozni. Kint leszek, ezt tudunk dumálni. Na ezt nézd, ezt most, hogyha így felragasztom, akkor ugye kifele dől ez a az egész. ez nagyon macerás lesz, ezt betűnként kell felragasztani, gyerekek. Ugye kifele dől ez a perem, nem teljesen egyenes, szóval ez... Ez nem lesz egyszerű. Jó, hát akkor ez nagyon necces, ez nagyon kellemetlen lesz. Vagy pedig azt kell csinálnom, hogy beogdossam aztán. Ilyen kis cikkeket kivágok be, na most már nem. Jó, hát ez nagyon kellemetlen, hát ezt betűnként kell felragasztani, gyerekek. És én ülök is leír a földre. Aztán szenvedés lesz. Jó, hát akkor induljunk egy M-mel. Úristen, gyerekek, erre nem számítottam, hallod? Erre nem számítottam, hogy ez ilyen lesz. M. Hát ezzel el leszek éjfélig. Hogyha minden együtt felragasztom. És hova illeszem egyáltalán? Igazából annyit kéne csinálni, hogy az egyiket felrakom, és akkor utána ahhoz illesztünk. Na, nézzük az M-et. Ezt úgy kell, hogy felsimogatod, utána a külső réteget lehúzod elvileg, és ez nekünk jó lesz. Hát igazából akkor ehhez az M-hez fogunk menni végig. Aztán az lesz nekünk a jó, ugye? Ez az. Egy M megvan. Hát ez gyerekek, ez nem lesz egyszerű. Ez nem lesz egyszerű. Ótis, ember, aki kitalálta ezt, hogy én ezt meg akarom csinálni, betűnként rakhatom fel ezeket. Jöjjön egy jó. Meg ugye, hogy pontosan ugyanannyit hagyja el közte, ezek mind fontosak. Ó, te fiú, ezzel nem két perc alatt leszek meg. Ja, igen, ilyen márkafüggetlen találkozó lesz Zalaegerszegen, úgyhogy gyertek aztán, akkor összefuthatunk, akinek van kedve velem találkozni. Sokszor írjátok, hogy nem lehet veled valahol találkozni, Keeper? Hát akkor itt lehet, oké? Okay? Jó, hát ez is kb. Pont ugyanarra. Hát ez nem két perc lesz, gyerekek. Amire én ezt felvakargatom. Minden együtt. Ugye no money for BBS felirat lesz benne. Mondhatjuk, hogy már elég klisé, és már elég sokan szokták használni. Szerintem inkább vicces, valószínű, hogy talija után ki is lesz egyébként véve belőle. Ja, ugye, hogyha ezt így felrakom egybe, mondjuk a kettő betű még lehet, hogy elmenne egybe. Ja, a kettő betű még elmenne, három az már lehet, hogy csak figyeled. Akkor már nagyon kijön az Y. Úgyhogy ezt azt kell csinálni, hogy két betűnként. De a BBS logót az biztos, hogy egybe kell raknom. Hát, hogy mindig meg kéne törölnem, mert ott marad ilyen pára a kezemről, meg minden. Hogy ne legyen jó.
Ja, azért gondoltam, feketére jobban látszik, lehet, hogy ezt már elmondtam, csak ismétlem magam itt. Egyébként nem volt drága, nem is tudom mennyi volt, még egy 1000 forint sem volt darabja a matricának. Ettől mondjuk kellemetlen felragaszta a gyerekek. Nem jó helyre ragasztod, Keeper, baszod. Jó, ez most jó. Elcseszem, nincs plusz matrica, úgyhogy nem kéne. Jó, lassimigatjuk, és lehozzuk ezt a papír réteget. Ez lehet, hogy kívül kicsit ki lett. Amúgy nem rossz ez, gyerekek. Vicces lesz, nem? Y, jön az Y. Jön az Y, csak nehogy eltörjék az egyenestől, mert akkor az nem lesz jó. Lehet, hogy inkább mindig gurítani kellene a kocsin egy kicsit. Nehogy elbasszalincsem. Na nézzük, én megnézem távolabbról. Ilyen jó távolról nézzétek amúgy is. Vicces gyerekek, jó lesz ez. Jó lesz ez, annyi, hogy ugye egy kicsit mindig kell rajt döntenem. Hát megmaradt alatt egy levegőbuborék. Azokat majd átnézem, aztán kinyomkorom. Átsimogatom. Amúgy jó. Olyan, mint a festve lenne. Ja, kicsit ugye előbbre vagy hátrébb döntöm, vagy gurítom. És akkor jöhet a többi része is. Az az Y-n egy kicsit, mint a dőlve lenne a többihez képest, de kár, hogy nem tudom egybe felrakni. Hát ez van. Na jó van, mindjárt mutatom, nem várom meg, míg itt vagytok, vagy nem húzom az időtöket, mindjárt mutatom, hogy milyen lesz. Készen. Na szóval, sikerült akkor felraknom az első set matricát. Ezen a keréken fel van az egész felirat, hogyha úgy fordítom, akkor látszik természetesen az egész, hogyha az üres része ide felkerül. Szóval majd a holnapi talajra kell vinnem egy emelőt, aztán úgy forgatni a kerekeket, ha megállok. Na hát, még egy plusz gond, ugye. Viszont tényleg, ha akar valaki velem találkozni, akkor Zalaegerszegen a márka független autós találkozón tud. Link a leírásban. Csasztok! Ja, és írjatok véleményt, mennyire nem lett tunerjóskás az utc. Csáááá!